Hello, sziasztok! A mai videóm címe a Tesla, mint egy piramis játék. Várj, ne menj el, hallgass végig, mert van benne ráció, amit most mondani fogok, és nem árt átgondolni. Imádom a Teslát, ezt tudod, rengeteg pénzem van benne, hónapok óta szajkózzam, hogy milyen rohadt jó befektetés, és eddig is működik, és még egy csomó hulláma lesz, ezt az előző videóban elmondtam, de mégsem vagyok hülye, és mégis nyitott szemmel járok, és azt gondolom, hogy a Tesla jelenleg egy piramis játék. A Tesla az ma a gazdaság, a fundamentalitás és a Tesla háromszögében mozog. Ugye a tőzsde miről szólt? Hogy ugye a reál gazdasági folyamatok megjelentek a tőzsdén, a tőzsdei cégekbe tudtál vásárolni, általában a jóvételnek az számított, hogyha te nem lutrira szerettél volna vásárolni, hogy egyfajta fundamentális elemzést szabadon választott adatok és nézőpontok szerint, ez elég egyedi tud lenni, megnézted, hogy ez a cég ez mennyire stabil, mennyire jövedelmező, mennyire lesz jó. És akkor itt a Tesla, aki egyébként brutálisan volatilis, az azt jelenti, hogy felleugrál. Itt a Tesla, bocsánat, felhúzom az ablakot, mert fázok. Itt a Tesla, akiről azért azt látjuk, és érezzük, hogy ha a jelenlegi, tehát ha most leállítanánk a jövőt, és csak a mát értékelnénk, rohadtul túl van árazva. Rohadtul, hiszen fundamentálisan egyszerűen nem igazolja semmi azt, hogy a Teslának miért kéne most ilyen értékben, ilyen piaci kapitalizációval rendelkeznie, azaz a cég értéke ilyen magasnak kéne lennie. Semmi nem indokolja. Ha a jövőt és a víziót hozzátesszük, a potenciált, a technológiát, akkor viszont én azt mondom, hogy a Tesla alulértékelt is lehet. És mindezek ellenére és mellett, hogy szerintem a Tesla még mindig alulértékelt, azt az érdemes meglátni, hogy valószínűleg most egy piramis játékban vagyunk benne, hiszen a FOMO-n túl, ugye ez a félek attól, hogy lemaradok, ezért vásárolok, beszartok, itt megy előttem egy fehér Tesla, zseniális, lopakodik utána a Musk, nehogy rosszat mondjak róla. Tehát, hogy a FOMO-n túl, ugye ez a félek, hogy kimaradok valamiből életérzésen túl, a Tesla, az valljuk be, az elmúlt hónapokban gyakorlatilag majdnem, hogy az arannyal egyenértékű menekülő részvénycsomag lett. Ugye miről van szó? És nem is az aranya, tehát a kötvényekkel egyenértékű. Én ezt arra mondom, hogy ugye amikor csapkod a piac, és jönnek a rossz hírek, akkor a tőke, tehát a tőke mindig a kamatot keresi. A tőke az mindig a nyereségre tör, és ilyenkor, amikor csapkod a piac, akkor a tőke elkezd átvándorolni a kockázatosból, az olyan helyekre, ahol legalább értékőrzés van, vagy legalábbis biztos benne, hogy ott nem lesz rossz. És nagyon érdekes folyamat volt ez, hogy azt vettük észre, hogy a Tesla az egy ilyen részvénnyé vált az elmúlt hónapokban, ami nagyon durva. Mert amikor a piac minden részvénye zuhant, a Tesla volt az egyik olyan, aki nőni tudott folyamatosan. Tehát pont ellentétes utat járt le sokszor, mint a piac és a normalitás indokolta volna. De ennek mi az oka? Hát nyilván nem az, hogy ez egy stabil, biztos dolog. Nem arról van szó, hogy itt garanciát kapunk bármire. Sokkal inkább én azt érzem, hogy a befektetők a Teslát most már jó ideje egy nyerőgépnek tekintik, egy gép, egy meghackelt gép, ahol fixen mindig kiad valamit a gép. Ugye vannak ilyen játékok, hogy mit tudom, most voltunk wellnessbe, és ott volt egy kis kacsagép, két zsetont bedobsz, az 2400 forint, és akkor garantáltan valamilyen kis úszó kacsát ki tudsz venni. És a Teslát is jelenleg a piac, én azt látom, így értékeli, egy nyerőgép. Tehát nem az a kérdés, hogy nyersz, vagy nem nyersz, vagy hogy mennyit buksz, az a kérdés, hogy mennyit nyersz. Tehát a piac úgy értékeli, hogy beleteszem a Teslába, megvárom, kiveszem, és biztos, hogy több lesz. Majdnem, hogy jobb, mint egy állampapír. Garanciát tekintve is. Vagyis ez a garancia, ez az emberek fejében létezik, és nem a piacnak egy valós információja. És hogy ez miért lehetett így? Hát ugye, ja bocsánat, mi veri fel az árfolyamot? Hát a keresletkínálat. Mindig vissza kell menni a legalapabb dolgokhoz. Egy részvény árfolyamát mindig az mozgatja,
hogy a kereslet hogyan viszonyul a kínálathoz. Ha kicsi a kínálat, és sokan akarnak részvényt venni, nő az árfolyam, egyre drágább. Ha fordítva van, csökken az árfolyam. És nyilvánvalóan most itt a piramis játék ugye az addig működik, és én értem a teszt, és addig működik jelen pillanatban, jelen tudásunk szerint a közeljövőben, amíg többen keresik, amíg egyre többen beszélnek róla, amíg Musk tudja ezt a marketing hadjáratot fenntartani, amíg a Tesla nem fogy ki az újdonságokból, és amíg mindig lesz valami, ami miatt neki jönnie kell. És abban a percben, hogy, hogy akár csak ideiglenesen elfogy az innováció, egy ponton ugye az Apple csapdájába is eshet majd a Tesla, itt nem biztos, hogy hónapokról beszélünk, amikor már annyira elérte a érettségnek egy pontját technológiába, hogy már nem fog tudni minden évben repülő autót gyártani, nem fog tudni minden évben csodát hozni, hanem már csak reszelni fogja a meglévő technológiát, amit a piac az nem mindig értékel, úgy a FOMO érzés, a részvénypiramis játékosok, meg aztán pláne, hiszen jelenleg a Teslába azért dobáljuk be a zsetont, mert látjuk, hogy fasza, van egy vízió, egy csomó technológia és innováció van még előttünk, és ez nagyon fontos, rohadt volatilis, tehát nem arról van szó, hogy én bekockáztatom ezt a piramis dolgot, és akkor majd 3-4-8%-ot nyerek, hanem arról van szó, hogy én ezt berizikózom, és lehet, hogy októberre megdupláztam a pénzem. Tehát itt erről van szó. És ez nyilván addig működik, amíg az innovációnak a barométerje is nagyon magasra fel van tekerve, és amint már csak reszelgetjük a fingot, reszelgetjük a meglévőt, akkor már nem lesz annyira izgalmas a Tesla, és ott lesz egy hatalmas fék a rendszerbe, és félő, hogy a piramis játék ilyen értelemben összeomolhat, de egy nagyobb korrekció is megtörténhet, hiszen abban a percben a szerencsejátékosok elkezdik eladni, de miért kezdik el? Mert egyre kisebb lesz a láz, egyre kevesebben beszélnek róla, most így értsd, halt ki, amit mondok. Tehát nem az lesz, hogy már szomszéd néni is akar Tesla részvényt venni, tehát így lelassul, tehát csökken a kereslet, emiatt ugye a kínálat meg hát nyilván növekszik, emiatt akkor lesz egy korrekció, emiatt a kis guppik majd úgy fogják gondolni, hogy hoppá, akkor ez most valami gond van, ők is a piacra dobják a saját részvényüket, emiatt nő a kínálat még jobban, és egyszerűen hát visszarendeződik a Tesla normális részvény életút, életpályára. Szerintem. És ez nagyon fontos, hogy szerintem éljél a forrás kritikával, mert én sem látom a jövőt, én is csak tippelgetek, és elmondom a saját véleményemet. A Tesla ereje az még mindig, hogy ők még, és ez nagyon fontos, még nem okoztak csalódást a piacnak. Nem hazudtak. Amit mondtak, az általában mindig úgy történt, most az időbeniséget ne vizslassuk. Tehát ők, náluk még ott van a bizalomfaktor. És értelemszerűen egy ponton a piacnak törvényszerűen csalódnia kell a cégbe. Minden cégbe kell csalódnia a piacnak. Fog. És amíg nem csalódik, addig ez van, addig a piramis játék működik. Amint csalódik, akkor már jönnek a fundamentális elemzések, előtérbe kerül a tényleges érték, ott talán kisebb lesz az a fajta ugrálás, térdimenzió törés, mint ami most jelenleg a Teslát jellemzi, és ezt azért mondom nektek, hogy figyeljetek rá, tehát nehogy elhidd azt magadnak, mert be akarod saját magadat csapni, hogy a Tesla örök életre fog így robbanni. Oké, hogy most a battery day, meg az SP500 árnyékában még ellavírozunk, tehát én azt gondolom, hogy még októberig még jók vagyunk, mert még októberig olyan hírek jönnek, Q3, battery day, SP500 talán, amik mind-mind elkendőzik a valóságot. És mind-mind mézessét, ízletessé teszik ezt a piramis játékot, és mindig az lesz, hogy többen akarnak beszállni, mint akik ki, tehát kifizethetővé válnak a jutalékok, kifizethetővé vál ugye a nyereséged, a részvényed. De ez nagyon hamar megváltozhat. Most gondolj bele, mi lenne akkor, hogyha Muskkal valami történne? Lezon a repülője. Akkor Sanctus Spiritus, akkor a részvényünk értéke és brutálisan lecsapva, és ez egy hatalmas kockázat. Ezt nem árt figyelembe venned, mert bármikor bármi történhet. És egyébként nagyon szörnyű azt látni és olvasni, többször olvasom, hogy
most sokkal nagyobb példát, hogy most történt Splitnél. Tehát figyelj, 1500-nál már sokan el akarták adni a részvényüket, a Teslát, mert hogy úristen, milyen magas. Hiszen 800-ról ment fel. Aztán felment 2000-re, úristen. 2002 valamennyin splitteltünk, hát odáig volt mindenki. Split után elkezdett emelkedni, mint állat, felmentünk 2500-ig, a split után, visszaszorzom a splittelt részvényárakat 5-tel, nagyjából 2500-ig, mindenkinek el van ájulva, bugyi nedves, és aztán hirtelen így a piac egy nap után elkezd korrigálni, és elkezd visszaesni, és már ilyen bejegyzéseket látok tőzsde csoportokban, Tesla csoportokban, hogy basszus, ilyen beesés után még van, aki tartja? Milyen beesés után beszéltek emberek? Hát még mindig, ha most a legutolsó záró árfolyamot nézem, felszorzod 5-tel, az még mindig 2370 dolláros árfolyamnak felel meg. Tehát még ez a nagyon-nagyon beesett árfolyam is, több száz dolcsival, mint amennyin augusztus 31-én splitteltünk. Most van kedd. Tegnap volt, vagy most szerda van. Tegnap előtt volt a split eredménye. Pénteken zártuk. Miről beszélünk? Tehát értitek? Ebben a piramis játékban az a baj, hogy itt már olyan túlzottak a elvárások, hogyha egy nagyon picit, hogy akár csak 1-2-3%-ot visszaesik, ami egy részvénynél, főleg egy ilyen volatilis részvénynél baromira elvárható és titek kötelező elem, ennyit esik, és már teljesen úgy érezzük, hogy úristen, be fog dőlni az egész, most szálljunk ki. Nagyon rossz taktika. Én azt gondolom, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon rossz taktika. Gondold át kétszer, hogy te idegrendszerileg ezt bírod-e, illetve azt, amit most mondtam, hiszen ha tetszik, ha nem, több mint valószínűleg egy piramis játékban vagyunk, és egyszer csak le lesz majd ez csapva, vissza fog korrigálni, és lehet, hogy 20-30-40%-kal az árfolyam vissza fog esni. Nem tartom mostanában valószínűleg, én hiszek benne, nekem nagyon sok pénzem van benne, de azért a kockázatokat is mérlegeljük, mert azt vettem észre, hogy sokan nem mérlegeltek a kockázatokat. Nagyon fontos, hogy írd meg kommentbe, hogy te mit gondolsz, ha tetszett a videó, lájkolj, és még egy videó fog érkezni, mert feltettétek nekem a kérdést, hogy oké, Tesla, de tegyük fel, Norbi, hogy mondjuk bejön az, amit mondtál, és akkor nagyon szépen elszáll a pénzed. Akkor mit fogsz csinálni? Mondjuk októberig felmegy 800 dolcsira az árfolyam. Akkor mit fogsz csinálni? Tartod Teslába, vagy megveszed a tatabányai lakásokat, amikről annyit beszélsz? És ez egy baromi jó kérdés, mert nem egyszerű a válasz. És ezzel kapcsolatban készítettem el egy videót számodra, ahol a saját életemnek, a saját példáival, a saját gondolkodásmódomat, a saját lehetőségeimmel és számaimmal megspékelve, fogom neked elmondani azt a gondolatmenetet, hogy én vajon egy ponton a Teslából kiszállok-e, és jobbnak tartom-e a ingatlan befektetést, mint sem, hogy Teslában maradjak. Vagy egy hibrid verzió lesz a vége. Ezt a videót már most megtalálod a Patreonon, ez kifejezetten Patreonosoknak szól, link a videó alatt, ott tudsz gyakorlatilag becsatlakozni a Patreon klubba. Hozzáteszem, hogyha jössz, akkor egy csomó exkluzív anyagot kapsz még hozzá, plusz jöhetsz az IFL VIP tőzsde csoportba is, ami megint egy jó dolog, mert trollmentes környezetben baromi jókat tudunk tőzsdéről beszélni, és rengeteg olyan tipp hangzik el, ami működik, tehát abszolút ajánlom, ajánlása méltó az egész, tehát várlak a Patreonon, és sok szeretettel, az a videó az ütős, szóval hajrá! Illetve hát hozd meg ezt is, hogyha úgy gondolod, hogy érdemleges, arra megosszad. Szép napot kívánok, sziasztok!